Testképzavarral nagyon sokan küzdünk, de talán legfőképpen a fiatal korosztály a legérintett ebben a kérdésben. Egyre több fiatal elégedetlen a testével, amelynek két fő oka a szakemberek szerint a közösségi média befolyása vagy a rossz szülői minta. Az elégedetlenség érzése sokszor csapát testképzavarba, amely néhány jellegzetes tünet alapján jól felismerhető és kezelhető is. A témáról pedig dr. Hidvégi Mártát, pszichológust kérdezzük, akit köszöntünk szeretettel a stúdióban ismét. Köszönöm szépen a meghívást. És így első körben akkor tisztázzuk, hogy mi is pontosan a testképzavar. Tulajdonképpen nem csak az, hogy elégedetlen a saját maga testével, vagy rosszul érzi magát a bőrében, ahogy a magyar szólás mondja, mert az lehet lelki okból kifolyólag is. De a testképzavarról már akkor beszélünk, hogyha olyan mértékű az eltérés a saját testének a tényleges megjelenése és az ő én képe között, hogy ő képes emiatt erős fogyókúrába kezdeni, vagy erős sportba kezdeni, vagy erős edzésbe kezdeni, vagy annyira depressziósá válik, hogy egyik se sikerül olyanra, amilyent ő szeretne a saját testével, és ezeket nevezzük aztán testképzavarnak. De az létezik, hogy valaki tényleg nem azt látja már a tükörben, ami a valóság, hogy annyira eltorzul? Igen, nagyon sokan vannak, és a szélsősége ez az úgynevezett anorexia, amikor az anorexiásnak bemutatunk más anorexiást, és akkor azt mondja, jaj, de csúnya, és hogyha saját magát mutatjuk be neki, mint képen, akkor azt mondja, hogy én még mindig egy kicsit kövér vagyok. És nagyon fél attól az anorexiás, hogyha eszik is egy kicsit, akkor már húha, de nagyon kövér lesz. Vannak olyanok, akik szeretnének fogyni, és akkor annak pedig egy ilyen étkezési zavara van, hogy nagyon szeret enni is, nem csak fogyni szeret, csak és akkor van ez a bulémia, amikor utána hánytatja magát. Hogyan alakul ez ki? Hát ennek nagyon sok összetevője van, de ahogy a bevezetőben nagyon jól mondták azt, hogy a média nagyon hozzájárul, meg a szülői ház is hozzájárul. Annak a gyereknek, akinek a szülei nem elégedettek vele, azt mondják neki, hogy na hát ne legyél már ennyire kövér, vagy miért teszel annyit, olyan kövér leszel, vagy pedig az anyja, a saját anyja benne van ebben a fogyókúrás bolondérjában, amiben a mai világban az emberek benne vannak, vagy ebben a sok-sok étlap, vagy étrend kiegészítőben, amivel azt gondolják, hogy egészségesebben élnek, akkor a gyerek megszokja azt, hogy nagyon kell figyelni a testünkre, és ő még annyira kicsi, hogy ezt nem tudja, tehát kisebb kortól kezdve, nem tudja ezt kontrollálni, hogy most mi a valóság, és mi az, amit az anyjától, mint identitást megkapott, hogy ott mindig vigyáznunk kellett, hogy olyan a gyerek, hogy sose kellene vigyáznia. És akkor így alakulhat ki. De hogyha otthon nincs ilyen környezet, akkor az is előfordulhat, hogy öröklött vagy genetikai hajlam van testképzavarra? Hát testképzavarra nincsen az utána alakul hajlam, ki az utána alakul ki, az tanulás, mindenféle kapcsolatból, amikkel társas kapcsolatokban. Tehát mindegy egy külső behatás. Külső behatás, és ahogy az elején mondták, erre most rátesz a fogyasztási ipar, rátesz a média, nagyon sokat tesz rá a média is, mert van egy olyan elképzelés, hogy milyen legyen egy női test, vagy egy férfi test, és hát a televíziókban is, az interneten is inkább a sovány, kellemes alakú embereket mutatják be, és mondjuk 40 éven fölül nem nagyon láttam bemondó nőt, de kopasz meg öregebb bemondó férfit azért mégiscsak lehet látni. Tehát ebben van egy ilyen eltolódás, ami nem nagyon szerencsés. Már most kellemes talódás ért engem nem régiben, mert láttam a fővárosban olyan plakátokat, ahol fürdőruhákat reklámoztak olyan nők, akik nagyon csinosak és vékonyak voltak, csak éppen nem soványak. Tehát az igazi normális testalkatú nőket. Úgyhogy szerintem most már van dedkarcsúak, igen, köszönöm tényleg. Szóval talán most már van erre kezdeményezés, meg igény, hogy ezt most már évek óta csinálják, próbálgatják, de a celebek,
például, azok mind kikent, kifent, és nagyon vékony, és be van olajozva a testük, ha meg akarjuk őket nézni. Tehát annyira fals képet adnak a mindennapi ember számára, hogy mindig boldogtalan a mindennapi ember, aki nem elég önbizalommal bír, akinek nincs elég önismerete, hogy ő mire képes, mert nem biztos, hogy a teste az, ami a legfontosabb a megjelenésében. Milyen tünetei vannak például az anorexiának vagy a bulémiának? Hát az anorexia nagyon gyorsan fölismerhető, mert nagyon gyorsan, nagyon gyors testfogyást lát az ember, és hiába akarja erőltetni a szülő, és hiába mond neki mindent, az nem hallgat rá, és elmegy egész betegségig, és az orvosok is nagyon-nagyon szinte tehetetlenek ezekben az esetekben. Azt mondja ugye a pszichológia, hogy az anya-gyerek kapcsolatban, főleg a lány-anya kapcsolatban lévő problémák okozhatnak ilyen étkezési zavart is, meg testképzavart is. Főleg az anorexiánál mondják azt, hogy valami eltolódás van az anya-gyerek kapcsolatban. És milyen terápiák javasoltak, milyen gyógymódok léteznek anorexiára, bulémiára, vagy pedig a testképzavarra? Hát ezek mind-mind komplex terápiák, ezt hangsúlyozni kell, és hogyha nagyon veszélyes helyzet áll elő, már pedig az anorexiánál már az első rész az, amikor az a tünet van, hogy a menstruációja például a nőnek vagy a fiatal lánynak elmarad, az már azt jelenti, hogy olyan hormonális hatások is érik ezt a fogyást, hogy itt már veszélyes, tehát az életre vagy az egészségre nagyon veszélyes. És ilyenkor kell pszichiáter, étkezés, dietetikus, és sokszor kórházba kerülnek, és kórházi komplex kezelésben kell részesíteni őket. Van benne ilyen kognitív terápia is, de nagyon nehéz őket kihozni. Pedig nem, egyáltalán nem csak a lelket kell helyre tenni, nem, hanem itt konkrétan orvosi kezelésre is. Igen, szoknak. Konkrétan arra is szükség van nagyon. Hát nagyon sokszor van olyan, hogy már csak infúzióval lehet tartani bennük a lelked. De nem muszáj elszaladnunk csak az anorexia felé. Persze, igen, én most a testképzavar igen, is kérdeztem. Igen, mert hogy a testképzavarnál, például ha férfiakról beszélünk, akkor nem véletlen az, hogy most már az edzőtermekben mennyire sok férfi jár, és erősíti az izmait, és felfújt. Hát vannak ezek a felfújt izompacsirták, hogy úgy mondjam, akik teljesen olyanná szeretnének válni, amilyenek ők nem voltak eddig, és ez nem a természetes. Azt hiszik, hogy az a férfias, nem? Hát igen, igen, és elmennek a túlzásba. Minden, ami túlzás, az már zavart okoz. A lélekben is zavart okoz, mert örökké elégedetlen saját magával, örökké nézegeti magát a tükörben. Önbizalomhiányosak ezek az emberek általában, nem tudják azt, hogy ők mit érnek a testük kívül milyen értékeik vannak, arra nem figyelnek, csak a testükre. Én mostanában láttam egy olyan érdekes kísérletet, hogy az egyik ilyen edzőteremben nagyon celeb nőknek bemutattak három ilyen ányképet. Az egyik egy kicsit telt karcsúbb nőről, a másik egy normálisról, és a harmadik egy elég vékony, de nem anorexia, hanem vékonyabb nőről, és ki kellett nekik választani, hogy melyik róluk, tényleg róluk szóló képek is, árnyképek benne voltak. A ducibat választották, fogadjunk. Tessék? A ducibat választották, fogadjunk, hogy azt hitték magukról, hogy még mindig nem elég vékony. Nem, egészen érdekes módon, hogy igen, a ducibat választották, de amikor mutatták neki, hogy nem, ez nem te vagy, hanem a vékony vagy, akkor így az egyik így megnézte, és azt mondta, de ott a bokámnál, ott még kellene valamit, hogy lejjebb adjak. Állandó változtatási kényszer. Igen, és hát ráépült az, hogy most már a plasztikai sebészet olyan magas szinten van, hogy abból meg addikciók, tehát függőségek jönnek létre. Még egy kicsi valamit, igen. Igen, egy kicsit itt, egy kicsit ott, egy kis tetoválás, aztán nagyobb, aztán még nagyobb tetoválás, de ez már egy ilyen kitűnési vágy, mert úgy érzi, hogy nem elég jó. Tehát ez mindig erről szól, meg a divatról is szól természetesen.
Mert hát először csak, hogy a szám legyen egy kicsit vastagabb, aztán a mellem, a kis mellű nagy mellet akar, a nagy mellű kis mellet akar. Göndörhajú, egyenes. Igen, ilyenek. Meg hát azt mondták a bevezetőben, hogy főleg a fiatal korosztályban van, és hát azt kell mondjam, hogy az öregedésre is ráépült már egy ipar, hogy fiatal arcokon bemutatják, hogy a bőrünket, ha X vagy Y krémmel kenjük, akkor milyen fiatalos lesz az arcunk, és ebbe beleugrik egy csomó ember, és meg is veszi, és csodálkozik, hogy nem lesz attól azért annyival fiatalabb az 50 pluszos arckrémet egy 30 éves nő reklámozza általában. Igen, igen. És hát az az érdekes, hogy egyszer Törőcsik Mari színésznő kérdezték, hogy hát miért nem plasztikáztat, és akkor azt mondja, nézd, és így elhúzta az arcáról a haját, és azt mondja, nézzék meg, hogy ezek itt micsodák, ez az én életem. Hmm. És olyan szép volt, ahogy ezt így elmondta, hogy ő tudja vállalni saját magát, hogy ilyen. Hát tök is rázott most a hideg, és ez gyönyörű végszó volt, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és elmondta, és várjuk majd megint szeretettel. Köszönöm szépen. Stúdióban.